Lakóépületet talált el egy orosz csapás a kelet-ukrajnai Harkivban. Legkevesebb 3 ember meghalt, további 30-an megsebesültek. Harkiv polgármestere szerint az épületet már felújították egy korábbi támadás után, és már majdnem készen állt a térre. A mostani csapás erejét mutatja a keletkezett kár, az épület központi része összeomlott. Félő, hogy a romok alatt rekedtek lakók, felkutatásukra mentési művelet kezdődött. Ukrán tisztségviselők szerint az orosz erők siklóbombával támadtak a lakótelepre. A csapás akkor történt, amikor az orosz határ közelében lévő ukrajnai Volcsánszból igyekeztek kiűzni az orosz erőket ukrán katonák, abból a gyárból, amit 4 hónapja szálltak meg az oroszok.